barátaim, hát itt vagyunk Baranya megyében, miközben Szászváron a komoly járásban, a 2200 fős településen. Hát én úgy is mondhatnám, hogy hazajöttem, hiszen éveken, évtizedeken keresztül itt nyaraltam, és itt van, itt vannak a járók, nagy nagy része itt lakik. És hát egy legősibb, ősklasszikus túrával indítunk ma, és tesszük meg ezt a túrát. Szászváron fölmenjünk a szászvári bányatelepen keresztül a Nyárádi Kunyóhoz. A Nyárádi Kunyótól pedig majd el fogunk menni a Vágölgybe és a Mári várhoz. Mári vár után pedig a Magyar-Egrégi Vágölgyi buszmegállónál fogjuk befejezni ezt a túrát. Hát ez a, hogy mondjam, a legősibb ősklasszikus túra. Lényegében ezzel kezdtem annak idején, itt voltam a legtöbbször. Hát gyakorlatilag számomra hazai pálya, gyertek és tartsatok velünk ma is, minden más út közben. Na hát akkor megkezdtük tehát a túrát. Szászváron vagyunk tehát, Baranya megyében, és itt vagyunk a strandfürdőnél, ahol rengetegszer fürdöttem. Itt fönt volt egy jó kis vendéglő régen, de úgy látom, hogy ezt lebontották. Na hát a piros kereszten fogunk akkor fölmenni, tehát egészen a Nyárádi Kunyhóig. Turistaházik, amelyik, hát eddig a turistaházik, amelyet nagybátyám még üzemeltettek még a 80-90-es években, és én rendszeresen oda jártam nyaralni. Így hát mondhatom, hogy 3 évtizeden keresztül én itt nyaraltam. Úgyhogy azért mondom, hogy lényegében hazajöttem ide. Nyáradik úgy odállom, hogy pihenünk egy nagyot. Valószínűleg megyünk majd a közeli forrásokhoz, egy kis kitérő lesz. És akkor utána fogunk menni majd tovább a Bárvölgy és a Márévár felé. Hát akkor menjünk tovább a piros hát úton vagyunk, és itt vagyunk Szászvári bányatelepen, amit már sajnos, ami már sajnos nem üzemel ugye bányaként. Ugye régen ez itt az itt élők megélhetését biztosította, hát most lassan magáival teszi a természet. Ugye ott látható az a két emeletes épület, hogy azt akarjuk megvenni Zoli barátommal és ezt a turista szállónak kialakítani. Hát megyünk hozzá egy pár forintot még, úgyhogy kell hozzá még pár forint. Jó, egy milliárd körülbelül. Na és akkor itt lassan véget ér a betonút. Magunk mögött adjuk a kukutát a bányatelepet, és majd itt fogunk beérni az Ólvölgybe. A Szászvári Ólvölgybe, és akkor itt fog majd a piros kereszt fölfelé vinni. Föl a Nyáradi Kunyóhoz és a Vörösvenyi Turistaházhoz. Ugye mondtam már, hogy kismilliószor jártam erre, gyakorlatilag otthon vagyok. Hazai pálya, itt nyaraltam, itt töltöttem a fél gyerekkoromat. Ismerek mindent el. És akkor itt vagyunk már az Ólvölgyben. Szászvári bányatelep után, és ugye itt van az Ólvölgyi turistaház, vagy kulcsosház, ugye ki is van írva, Ólvölgyi kirándulóház, hát most talán ezek a Szászvári nyugdíjas klubbé, úgy tudom, igen, az is ki van írva, és akkor arra megy tovább a mi útunk. A piros keresztút vezet föl erre, Szászváról, föl a hegyekbe, Nyáradi Kunyhó felé. De. Hát nagyon hangulatos és nagyon-nagyon jó a levegő. Ugye szeptember 13-a van, péntek, méghozzá. Nagyon kellemes a klíma, nagyon jó a levegő. És nagyon szép az erdő. És ott egy pottyantós itt is. Úgyhogy. Íme. Hát akkor úton vagyunk a piros kereszten felfelé a Nyáradi Kunyóhoz. És itt van alattunk az Ólvölgy. Hát gyönyörű. Ugye itt az út már itt egy oldalában halad fölfelé. És hát nagyon-nagyon szép, ahogy átszűrődik a napfény a fákon. Onnan jövünk. Nem bőtünk itt a hegy oldal. És akkor kapaszkodunk föl a, mondom, a Nyáradi Kunyóhoz, ami körülbelül olyan, hát olyan 330 méteren lehet körülbelül nagyjából, úgy csatszolom, tengerszint felett. Hát ott pihenünk. Lényegében ugye ezt a túrát szántuk mi annak idején Gergővel, a Sándor emléktúrának. Még tavaly novemberben akartuk, de hát akkor megbetegedtünk és nem váltott valóra. És ugye utána a Gergők elhunyt sajnos. Ugye ez a Sándor emléktúra, ez nem váltott valóra sehogyan se. Hát most akár ezt tekintetjük akkor egy Sándor emléktúrának, vagy egy akár Sándor Gergő emléktúrának. Ugye ez volt az egyetlen olyan túra, amelyiken a két legnagyobb együtt túrázott, és amikor a két legnagyobb együtt túrázhattam. Ugye ez a Szászvár Nyáradi Kunyhó Magyar-Egrégy túra. Annyi különbsége, hogy akkor Ford ellenkező irányból jöttünk,
És mondom, bármilyen furcsa, így hárman, Sándor, Gergő és én, ez volt az egyetlen közös túránk. Persze leszámítva azt, hogy ide a turistaházhoz sokszor feljöttünk azért velük. Hát, így alakult. Most, hogy lényegében akkor ezt tekintetem, akkor Sándor és Gergő még túlra jönnek is akár. És akkor íme. Tehát itt azért már komoly képet hozott alattunk az Óvölgy. Na hát, és akkor ide érünk a Nyárádi Kunyóhoz és a Vörösvenyő turistaházhoz. Hát ugye, így nyaraltam évtizedeken keresztül. Még 1982-től 2009-ig szinte majdnem minden évben itt voltam. Hát most 2009 óta egyszer voltam, itt Gergővel voltam itt 2 éve. Amikor a csepegő árok felől jöttünk. Hát és akkor most újra itt vagyok. Kedvenc helyemen. A Nyárádi Kunyónál. Ugye 2 turistaház van itt egymás mellett. Balra a Vörösvenyő turistaház, az a kombójaké. És jobbra ez itt a Nyárádi Kunyó. Ez pedig a Szászváriaké. Ugye ezt üzemeltették a nagybátyám. Nagybátyám még a 80-as és a 90-es években. Sőt, talán még a 2000-es évek elején is. Hát újra itt vagyok, akkor pihenünk egy nagyot, kajálunk, lenézzünk a környék forrásaihoz, és akkor folytatjuk a túrát. Akkor mondtam, itt vagyunk tehát a Nyárádi Kunyónál. Ugye ezer és egy emlék köszönt itt szembe ránk, és ha megnézzétek a 2 évvel ezelőtti csepegő árkos videómat, akkor jártunk itt utoljára még hozzá Gergővel. Ugye akkor azt mondtam, akkor volt az, hogy 8 éve nem jártam itt, és akkor mondtam, hogy nem fogja eltenni újra 8 év, hogy nem ülök ide. Hát ez igaz, mert 2 év telt csak el, és újra itt vagyok. Hát sajnos a Gergő az fizikai valójában már nem tud velem lenni. De a lelke az most is velem van. Természetesen, és talán Sándor lelkesít lehet, remélem. A 2 valahol volt legnagyobb ér. Hát mondom, 30 éven keresztül itt nyaraltam. És hát ezernyi emlék köt ide, ez a helyhez. Hát gyönyörű. Elég körbenézni. Rendkívüli nyugalom van. Csend. Semmi nem töri meg a csendet. És gyönyörű. Hát a házikó az, ugye még a 2 évvel ezelőtti, sincs jó állapotban. Még ahhoz is romlott ahhoz képest. Hát ugye a nagybátyám még korábban, amikor ő kezelték, azért nem volt ilyen rossz állapotban. Megpróbálok az ablakon benézni. Nem tudom, hogy oda bent van-e még valami egyáltalán. És hát így mert tök üres a bent a helység. Tehát az ágyak sincsenek meg. Úgyhogy akkor ez a házikoma nem üzemelt, mint kulcsos, az úgy látom. Ez tök üres. Nem tudom, hogy a videón keresztül látszik-e. Rengeteg gyík van. Talán látszik. Oda nézzetek, van egy pár gyík. Semmi ágy nincs bent, tök üres az egész. Jó, várjál már. Úgyhogy teljesen üres, sajnos. Akkor valószínűleg ezt már nem lehet kivenni. Nincs bent semmi. Semmi ágy. Teljesen üres. Hát sajnos ez a sorsa ennek a szép kis háznak. Úgyhogy. És akkor ugye ez az egész itt egy turista út csomópont lényegében. Rengeteg turista út találkozik itt. Hát itt a tábla is, ugye, ami már nagyon-nagyon le van kopva. Ugye még a 80-as, 90-es években ez nagyon szép, mert fel van festve. És akkor itt van egy új tábla is. De viszonylag új. Hát ezen már jobban ki vannak írva a dolgok, talán. A dobogó. Ezt ugye láttuk Gergővel is. Hát a csepegő árkot nem jelzi. A zöld kereszt visszacsepegő árokba. Valamerre arra. És ez majd tovább a Márévár felé. A zöld kereszt. Hát ez akkor a Nyárádi Kunyó, az én kis kunyóm. Ugye, és akkor itt vagyok a Sándor és Gergő emléktúráján, úgy veszem. Mert mondottam, ez volt az egyetlen olyan túra, amelyeken ők ketten közösen túráztak. Na és egy adalék, ha már itt vagyunk, hogy mennyire tönkre ment a házikó. Az ablak nyitva van, senki nem törődik vele, és bent tök üres minden. Ugye itt emeletes ágyak voltak, itt volt a konyha, konyhaszekrények, evőeszközök. Hát nem így emlékszem rá, nem így marad meg emlékeimben, ez biztos. Hát nagyon-nagyon-nagyon sajnálatos. Hatalmas sepedések.
Igen, szálltul is. Íme. Nagyon-nagyon rossz állapotban van. Hát nekem ezt elég rossz látni. Na. Hozzáteszem. Az én kis szeretett kunyom, hogy ilyen rossz állapotban van. Hát akkor most akkor nincs más hátra, lemegyünk a Balincai kulthoz és a Katak kulthoz, amelyek nem része az útvonalunknak, ez egy kicsi kitérő lesz, és aztán menjünk tovább majd akkor a zöld kereszten. Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok, nyíljatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Felhő, felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, mosd el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Fehér ingem tiszta legyen, olyan, mint a hó. Átok engem, el ne érjen, ne bánthasson a szó. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Hát akkor a turistáz után lejöttünk ide a forrásokhoz. Ugye itt 400 méterre vagyunk a turistaháztól, kulcsosháztól, és ez egy kitérő a túránk szempontjából, hiszen majd visszamegyünk oda a létre, ahol a házak vannak, és majd fogunk rátérni a zöld kereszt jelzésre, amin folytatjuk a túránkat. Hát ez a két forrás, és a Nyomákói kút látta el vízzel a turistaházat, a kulcsosházakat ott. Ugye a Nyomákai kút az majd a túlnek mentén lesz. Ez a kettő azonban itt van. Ugye a Balincai kút ott látható, ami jelenleg nem folyik. Hát nem is tudom, mikor láttam a Balincai kutat utoljára működni. Talán 20 évvel ezelőtt. Ma hányszor jártam erre, az sosem folyt azóta. Viszont itt van lent a kataforrás, amely azért viszonylag ontja eléggé klasszul a vizet. Két csőből is, két kifolyóra is van. Ott látszik. Ugye ha kulcsosházba szállnánk meg, akkor innen nyernénk a vizet, mint ahogy innen is nyertük annak idején. Hát sajnos, hogy a nyárlati kunyóban már nem tudunk megszállni ugye az előbb említett okok miatt. Ilyen nincs is benne ágy, ki van szedve minden, és elég romos az épület. Szóval ez a kataforrás, és ott van annyi a följebb van a Balincai kút. Most a Balincai kút az már évtizedekkel korábban létezett, mint a kataforrás. Valószínűleg az elapadhatott, és azért hozták létre itt lejjebb a kataforrást. Ez viszont folyik. Mert mondom, a Balincai kút az legalább 20 éve, hogy nem folyik már. És valahányszor itt voltunk az utóbbi években, mindig a kataforrásból vittük a vizet. Na. Hát akkor ez egy kis kitérő volt, egy kb. 800 méteres kitérő, és akkor menjünk vissza a mi turista útunkra, és akkor folytatjuk az utat a Bálvölgy és a Máré vár felé. Még azért megmutatom itt a környéket, a gyönyörű szép Balincát, ez a Balincai erdő. Alaposan megritkítva, mert sokkal sűrű volt. Nagyon sok fát kivágtak, sajnos erre is. Nem volt itt ilyen szép tisztás, minden ott látszik. Hát ez van, menjünk tovább. Itt vagyunk a Keletmecsekben, útban a Máré várhoz tehát. És akkor visszatértünk most már a rendes turista útunkra. Az Zöldkereszten haladunk tovább a Máré vár felé. Hát majd bele fog menni a piros csíkba.
és azt fog majd elvinni végül is a Várgölgytől a Márivárhoz. Hát itt egy kisebb kaptató van, nem túl vészes. Itt most olyan 330 méterre emelkedünk fel, 480 méterre körülbelül. Úgyhogy nem egy olyan nagyon vészes kaptató, és talán a túrának ez az egyetlen komolyabb kaptatója felfelé. Tehát nem kell megijedni. Aki úgy gondol, az nyugodtan jönne százszáról, és tegye meg ezt a túrát Magyar Egrégy felé. Na, menjünk akkor. Folyik a túra, most itt együtt megy a zöld kereszt és a sárga kereszt. Lényegében mind a két jelzésen eljutottunk a Vári várhoz, de most a zöld kereszten megyünk, ugye a sárga kereszt az megy az Okai tető felé. És úgy minden. Hát itt a környéken pedig eszméletlen nagy erdőpusztítás folyik. Hát íme. Látszik is, belőle lenne néhány dolog. Dolgoznak arrébb a melósok, vágják ki a fákat, zörögnek a gépek. Pénteki nap van mondjuk, úgyhogy sajnos, hogy ettől hangos az erdő. Itt most írózatosan likítják meg ezt az erdőt, pedig hát nagyon-nagyon szép volt. Mit mutatsz mondani? Látni. Jaj, elég szomorú egy látvány végül is. Az ember teszi tönkre a környezetét, hát bízunk benne, hogy azért újra telepítés lesz azért. De hát évek kellene, mire újra elnyeri formáját ez az erdő. Nem beszélve, hogy közben majd vágják ki a hizé dolgokat. Mit mutatsz? Az a zöld kereszt? Igen. Az a zöld kereszt. Jó mutatja Móni. Így már az út az megy arra fölfelé, viszont ami a zöld kereszt kell, az megy erre. Na hát most nem soká leérünk akkor a német döglés részen át, a Rikájó felé és a Várbölgyhöz. És hát majd az Iharos kútnál tartunk egy újabb pihenőt, ha reméljük, hogy az Iharos kút is folyik majd. És az Iharos kút után fogjuk elérni akkor a Széva Gergely, a legendás Széva Gergely forrást, amit én elveztem Gergő forrásának, hiszen az egyik kedvenc forrása volt a fiamnak. Ugye, arról annak a forrásnak van egy érdekes legendája. Hát a filmemben is beszéltem róla, ha majd odaérünk, akkor most is beszélek majd. Na, megyünk itt. Most már a sárga kereszthez külön vált. Itt most már akkor az zöld kereszt is csak tovább. Itt vagyunk a német döglés részen, ahol keresztezzük a Somosi patakot, és hamarosan kiérünk majd a Várvölgyhöz. Mennyi keresztül kell jönni egy patakon, hát eszembe jut a Rékavölgy, ahol 13-szor kellett átkelni a patakon. Itt csak ez az egy alkalommal úgy néz ki. Na hát tudnak-e jönni? Ugye Gergő annak idején ügyesen megoldotta ezt. Na. Jó. Hát a másnap megfog a víz. Gyerünk, elutva az időnket. Na, ups. Igen. Egy sima látszat. Jó. Na. Hát akkor itt lesz most már kb. 100 méter múlva a Várvölgy. Ahol majd az Iharos kútnál tartunk egy pihenőt, hát reméljük, hogy folyik az Iharos kút. Mert az is olyan időszakos forrás, hol folyik volna. Majd kiderül. Itt viszont belénk van újra a piros kereszt, ami ugye a turistaházhoz vezetett föl Szászváról, viszont onnan levezet, ha jól tudom, akkor nem tudom merre, és akkor erre kóbászol újra. Na, lehet, hogy itt megint keresztezni kell a patakot, elég érdekes az út, és akkor majdnem már nagyon közel van a Várból, talán egy jó 100 méter, 150 méter. Na, még itt át kell valahogy evickélni, nem elteszem a kamerát, mert mellett különben beleesek. Majd vegyük. Vegyük akkor az átkelést. Hopp. Jó, hát sima. Sima úgy volt. Többiek. Jó, hogy már átkelt, én megfordulok. Móni, újra. Á, megy ez neked, na jó. Sajnos nem sikerült, hogy elkapnom egy olyan pillanatot, hogy valaki beleesik. Mindjárt. Na, hát sikeresen elértük akkor a Várvölgyet, itt vagyunk most már. Ha jól tudom, akkor ez a Rikájó nevezetű rész. Része a Várvölgynek. Ugye itt sikoltoznak a boszorkányok. Itt ijeszgették a gyerekeket akkor azzal, hogy a rosszak, akkor kihozzák őket a Rikájóba. Ahol a boszorkányok sikoltoznak. Na. Hát akkor itt kövessük a pirosat. Mindjárt elérjük az Iharos kutat, hát annak ide is autóval tud csak jönni.
És akkor ott pihenünk egyet, és akkor menjünk fel a Márévárhozba. Akkor itt vagyunk a Várhölgyben, és értük az iaros kutat, amelyik sajnos nem folyik, ugye szemünket itt nem tudjuk oltani. Hát még nem igazán túl jó az arány, ugye ez a negyedik forrás, amit találunk itt túránk során. Négyből eddig egy folyt csupánakat a forrás. Úgyhogy viszont a Várhölgyi patak a szépen folyt, csordogál. Nem is értem, hogy akkor a forrás még nem folyik, mert egy az, hogy csapadékos időszak után vagyunk. Úgyhogy ugye ott fordogál a patakocska. Hát a Várvölgyi patak ugye itt fürdik a minden 77. évben a Márévári kisasszony, király kisasszony, és itt fésüli oszolját valahol. Ugye Márévár legendája említi a történetet. A logomban több helyen van írva, meg el is mondtam pár videóban, majd lehet, hogy még ebből is elmondom. Eszembe jut a teljes sztori. Na hát ez is egy igen kellemes hely, hát itt is vagy 20-szorra vagyok körülbelül. Utoljára ugye Gergővel voltam itt, ahogy augusztusban. Akkor folyt az iharos kút. Most azonban nem folyik, hát csak reménykedjük benne, hogy az Éva Gergely forráshoz folyni fog. Az idáj mindig folyt, valahányszor ott voltam. Na, itt is tartunk egy kis pihenőt, és akkor folytatjuk a túrát a Várgölgyben, és itt kezdjük meg majd a kapaszkodót a Márévára felé, most már a piros jelzésen. Hát és akkor a mecseki rengetegben a Várbölgy felett elértük a Gergely-Éva forrást. Na éppen Zolika iszik a vizéből most. Ugye a forrásnak az a híres legendája, hogy ha iszol a vizéből, akkor visszatérsz ide. Na most kettős érzéseim vannak ebből kapcsolatban, ugye én már kb. 20-szor vagyok itt. Múni, hányszorra? 10-szerre. Zoli most jön itt először, de akkor szerint vissza fog térni. Viszont ugye tavaly hívott Gergőkém is a vizéből, és sajnos én már nem térhetett vissza ide. Úgyhogy itt egy kicsit azért megdőlni látszik a legenda, de hát reméljük, hogy azért, hogy igaz. És azért reméljük, hogy Gergő lelke velünk van azért, hogy függeleni most is. Szóval ez a Gergely a forrás, hát ez volt Gergő kedvenc forrása a mecsekben. Úgyhogy én titkon is neveztem simán csak Gergő forrásának. Úgyhogy ez a legendája forrásnak. Hát igyekszünk életben tartani a legendát és magunkat is azért. És még visszatérni majd ide. A környék csodaszép. Mesek rengetegében vagyunk. Gyönyörű az erdő. Szeptember van, még nem áll be az ősz, még inkább azt mondanám, hogy nyár vége van, mint ősz. De nagyon-nagyon kellemes itt a klíma és a levegő, minden. Hát innen durván már csak egy olyan 350-400 méter a Márévár. Tehát egy jó 10 perces séta, és akkor ott leszünk a Márévárnál. Ugye a vár az tavaly, mikor itt voltunk Gergővel, akkor sajnos nem volt nyitva. Most, ha minden igaz, akkor nyitva lesz. Hát reméljük, hogy így lesz. És be tudunk menni. Hát akkor ez volt tehát Gergő forrása, vagy a Gergely Éva forrás. És akkor reméljük, hogy visszatérünk ide. Még. És akkor a mecseki rengetegből ide értünk végre a Márévárához. Ugye egy évvel ezelőtt jártunk itt Gergővel. Ugye akkor pont az a rosszabbik telefonunk volt, és akkor nem tudtunk nagyon jó felvételeket csinálni. Hát remélem most azért sikerül jobbakat. És hát tavaly ugye nem tudtunk bemenni, mert ez zárva volt. Most viszont minden jel arra mutatok, hogy be fogunk tudni menni, hát akkor menjünk is be. Ebbe a kis gyöngyszembe a Márévárába. Magyar egész szomszédságában vagyunk. Hát a piros jelzés vezetett ide, ugye? Az iharos kuttól. De a piros jelzés vezet ide a Várvölgyi buszmegállótól is, tehát esetleg valaki, aki busszal jön, az onnan lehet, hogy jönne a piros jelzésen. Hát nagyon szép a vár, nem túl nagy, de lenyűgöző. Ugye a történelemben az 1300-as években említik először a várat. És hát ugye annyira lepusztult az 1960-as években, hogy néhány külváron volt, maradt meg csak belőle. Ugye ezt kezdték aztán felújítani, és hát íme az eredménye idáig jutottak. Tehát ez a Márévára, akkor nézzük tehát meg. És akkor ide bizonyság. Valóban nyitva van a Márévára. Ugye most 4 évig zárva volt, és tovább ennek szaladtunk alá mi is Gergővel. Hát most nyitva van. És hát ugye a környék azért az nem semmi. Hát íme. Ugye tavaly mondom, itt nem sikerült szép videókat csinálni, jó videókat, de nagyon. Nem volt kép stabilizátorunk abban a kamerában, amivel dolgoztunk. Hát ebben viszont van, és remélhetőleg ezek a felvételek már jobbak a tavalyinak.
itt valami készül, úgy tudom, valami fesztivál van. Éppen is mondom, erre készülnek elő. És itt van egy kis madárka. Ott lent, ami adja ezeket a hangokat. Nem jól látszik. Most éppen nem beszél. Mondjál valamit. Papagáj lenne, hanem papagáj. Na, hát akkor menjünk be a Mária várába. Végül is, mikor is voltam akkor a tavalyi leszámítva utoljára, hogy 13-ban, ami azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt. Tehát 6 év után újra most fog belenni. Na, hát akkor felkapaszkodtam a gyalogjáróra, és íme fentről ilyen a Mária vár. Hát nem semmi. És hát ilyen a környék. Azt hiszem, hogy fantasztikus. Gyönyörű a mecsek vonulata. Gyönyörű a kilátásunk. Itt a keletmecsek északi részén. És hát fantasztikus. Nagyon-nagyon szép. Hát itt fent utoljára 2013-ban voltam. Mondom, tavaly voltunk itt Gergővel még. De akkor nem tudtunk bejönni a várba. Most ez is sikerült. Márivár. Na hát itt vagyunk akkor tehát a Márivárában. És ugye előbb az a madár, amit én papagájnak féltem látni, az egy csólyom volt. Úgyhogy tudok is bocsabbak ér. Szóval ez itt a Márivára, ahol a legenda szerint itt jött Mári vitéz az ifjú szép feleségével. Boldogan, ám egy napon a király hadba szólította Márét, és mielőtt bevonult volna, ugye arra kérte a feleségét, hogy várjon rá hűségesen. Teltek, múltak az évek, Mária azonban nem tért haza. A közeli Szent Lászlón pedig Miklós várában maga Miklós lakott, a nőtlen Miklós vitéz, aki Mári testvére volt. Hát ő egyre gyakrabban látogatta meg a magányos asszonykát, egyre sűrűbben jött át ide hozzá, és egészen addig-addig járogatott át, még ebből a kapcsolatból egy szép kislány született. Teltek, múltak az évek, egy napon aztán Miklós mégis hazatérhetett, vagy bocsánat, Mári mégiscsak hazatérhetett, és hát itt találta az édes párt együtt. Hát gondolhatjátok, hogy mekkora haragra gerjedt, csak el tudom mondani. Dühében szétült az egész várat ágyúival, és hát ott pusztult el az asszony is, pedig meg Miklós vitéz is. Mielőtt elpusztult volna, az asszony megátkozta a lányokat. Azóta a lánya egy eldugott barlangjában él, és úgy lehet megváltani az átoktól, hogy ez a lány minden 77. év piros pünkös hajnalán lent fürdik a Márével a gyipatakban, és ott fésüli szép hosszú haját. Úgy lehet megváltani az átoktól, hogy ha arra jár egy vadász, és ott megcsokul egy medvét, és egy aranyos békát is. És állítólag így oldódik fel ez az átok. Hát nem tudom, ez mennyire igaz, és azt sem tudom, hogy melyik a 77. év, azt rátok, bízom, hogy derítsétek ki. És ha nem volt érthető a legenda, akkor olvassátok el a blogomban, az szépen le van írva több helyen is. A Márivá legendája. Mi pedig akkor a túra érdemi részével, érdemi részét lényegében úgy gondolom, hogy teljesítettük. Még annyi van hátra, hogy elmenjünk a Mári csárda felé, és a várvegyi buszmegállónál fejezzük be majd ezt a túrát. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó klassz volt, nagyon szép volt. Hát egy bökkenőjével volt, hogy idáig 5 forrásra találkoztunk, amelyből egy folyt. Még azt hiszem 3 forrás van hátra, vagy 2, nem tudom, remélem, hogy a textiles legalább nem fog csalódást okozni, mert az tavaly is nagyon-nagyon szépen folyt. Akkor megyünk oda. Itt a madárka. Őrzi a Mári várát. De szép. És hát nem fesztivál lesz, nem úgy tudom, hogy filmet forgatnak. Nem tudom, milyen filmet, milyen jellegűt. Na hát akkor ennyi volt a Márévár, és már lefelé talva, és le is jöttünk a várvölbe újra. És akkor itt vagyunk a Kadarka turistaháznál, ugye a Szexuális Ifjúsági Unió tulajdona.
legalábbis utolsó információm szerint. Hát itt nem nézett alaposan menőt a dolgokat, de maga a Várvölgyi út az kitűnően járható. A piros jelzés még a hegyoldalba megy arra fönt egy kicsit, aztán majd lejön az is ide. Mi azonban lejöttünk ezen betonúton a Márévártól. És akkor túránkból annyi van, hát, hogy rövidesen eljük ezt az erdei magyar reggel, egy erdei fürdőt. Ott található a Mári csárda is, nem tudom, hogy ez üzemele. Ha igen, akkor betérünk egy babgulyásra, hanem akkor így jártunk. És akkor a Várvölgyi busz megállónál pedig akkor bevégeztetik a túra. Ugye a tavaly a Singödő túrát viszont meg onnan indítottuk, még Gergővel. Most meg ott fekződik akkor ez a túra. Hát nagyon kellemes volt, a meccset most sem hazudtolta meg önmagát. És a várkultasz, a Mári vállalati várkultasz folyt. Akkor javított az arányon, akkor 6-ból 2 órás már folyt, úgyhogy ez már azért nem olyan rossz. És akkor mit mondjak még? Volt még valami? Hát az erdőt vágták ki, az csalódást okozott egy kicsit, meg a ugye nyáradi kunyónak az állapota nagyon lepusztult állapotban van, az nagyon-nagyon fájó volt. A kataforrás az volt, ugye a Csondor kataforrás. Kettővel ért fel, meg két ága volt. Úgyhogy ennyi. Na. Hát még vannak források, még a Mária kút itt van valahol, az pontosan nem tudom, de a textiles azt tudom. Textiles forrást. Azt tavaly nagyon-nagyon folyt a textiles, hát nem tudom, hogy most folyik-e, de most már tele van a vízkészletünk. Úgyhogy ennyi. Tehát akkor egy összefoglalót tartok még majd ott valahol a Várvölgy végén. Hát akkor itt vagyunk a textiles forrásnál, ami bőven folyik. Utazom, jól is. Lassan az öntemben jól jöhet vissza arra. És akkor úgy gondolom ez a Várvölgy vége, hát innen pár méterre van másik, hogy viszont állom, meg ott van. Úgyhogy akkor befejezzük a gyúványcsidó túrát. Ez is akkor összefoglalom a mai túrának az eseményeit. Ugye ez a túra ez volna a Sándor emléktúra, annak ugye én Gergő lesz, hogy itt van ezt, hogy itt van a bejárni. Azok a Sándor emléktúrát, Sándor és Gergő is elmúlt időben. Ugye akkor úgy gondolom, ez volt a Sándor és a Gergő emléktúrás emléktúrája. Úgyhogy szeretünk rá. Hát Szászváról indultunk a Föltérből, azt a túrát mondom, hogy kihűtöttük. Ugye megálltunk a Szászvári strandnál. Fölmentünk a bányatelepre, ahol abban a két emeletes kis állatóban, hogy úgy ugye az egy titkos álom, hogy ezt megveszünk, és egy szállodát alakítunk belőle. Hát ez remélhetőleg csak egy-két, vagy hát valószínűleg csak egy-két élet múlva fog valóra válni. Kicsit az életünk nem valószínű. Amikor a bánya, a terep után értük el a Szászvári oldalúgyek, azt felettem azt nekünk a nyáradi kunyóhoz, és a könyén megint csodálatosan szép volt. Hát a nyáradi kunyó az sajnos katasztrofális állapotban van. Nagyon bűnödezik, és szerintem már ebből csak a jó lehet, hogy onnan nem mentünk a galicai és a kataforráshoz, minden kataforrás volt. Visszatérve pedig az őt keresztül egy kicsit vágott néhány a kataforrás nem volt, ugye, egész a vár is annak irányban volt. Bár még az erdő szép volt, tehát a vár az volt egy ilyen, mind a vár az ilyen. A vár nagyon szép volt, erre be tudtunk menni. Körülnéztünk, kutunkattunk, onnan lejött a vár, az volt már, Várvölgyi, és a Texas-i Várvölgyi. Hát megyünk, mert a 16 km-es